Sziasztok, én Ármin vagyok, és ebben a mai videóban itt lesz velem Szilveszter. Sziasztok! Mai videónkban tesztelni fogjuk Xiaomi új termékét, a legjobb robotporszívót. Szerintünk most ez lesz a menő. Árkategóriában olyan $200 környékére tehetünk. De amikor kaptuk, akkor még nekünk ez volt az első. Ez volt az első, ez meg az új. Ugye? De nekünk volt az első. Igen, nekünk volt az első. Így van. Na, annyit kell róla tudni, hogy mi hiányzik az újról. A lézeres térkép nézet, helyette pedig van egy úgynevezett kristálytorony, én annak nevezem, amivel az infravörös jeleket, amit hol találunk, az infraérzékelőit. Itt ott van az a fekete rész. Így van, ott a fekete részen kibocsátja az infrajeleket, és azokat szedi össze, és egy algoritmus alapján megpróbál összetakarítani tökéletesen az egész lakást. Meg ha meg neki akar menni valaminek, akkor meg itt ez a megnyomója. Nyomásérzékelős kapcsoló, így van. Amit találhatunk természetesen a Mijia robotporszívón is. Amit még tudni kell róla, hogy teljesen más a menet dinamikája a kettőnek, mert kicsit viccesnek tűnhet, hogy ő toronnyal hátrafelé közlekedik, ő pedig toronnyal előrefelé közlekedik. Nézzük is meg, mert van egy óriási különbség a kettő között, mégpedig a portartály, ami, azt nyissuk fel, ebben láthatólag ugyanolyan portartály van, viszont ez 640 ml-es, ez pedig egy jóval kisebb portartály. Látjuk, hogy itt már annyira nem erőltették az elektronikát, mint a Mijia porszívóban, de nincs is rá szükség, tökéletesen elvégzi elektronika nélkül is a munkáját. Nagyon. Nézzük alulról, hogy néz ki. Alulról is nagy a hasonlóság. Igen, ő már egy kicsit viseltes, nálunk azért napi szinten takarít. Nagy a hasonlóság, mint láthatjuk. Így átfordítom, hogy meg tudjuk vizsgálni őket. Láthatjátok, hogy ő teljesen fordítva megy, mint a másik, viszont a kefe és a bolygókerék ugyanott van, érzékelőkkel ő is el van látva, ugyanúgy, mint a Mijia, viszont a töltő csatlakozóját pedig itt találjátok, mint az S50 Roborocknál, mivel ezt a készüléket is a Roborock gyártja. Igen. Na, fordítjuk vissza a készülékünket. Mi az, ami még észrevehető különbség a kettő között? Ugye azt már láttuk, hogy egyik toronnyal előre, toronnyal hátrafelé megy. Igen, a bekapcsoló gombokból, az irányító gombokból ezen a készüléken kevesebb van, a másikon meg több. Így van, mivel ez a készülékünk tudja a helyi takarítás funkciót is, amikor is oda vezér. Körbe-körbe megy. Aha, tényleg, így körbe-körbe. Mint egy kis csiga. Mint egy kis csiga, igen, körbe-körbe megy. Mindig, ha így a csigának a háza körbe-körbe. Így van, mint egy csigaház körbe-körbe megy, amikor végzett egy adott területtel. Úgy számoltam, körülbelül egy 1 méteres sugarú kört jár be, és azután megfordul, és visszafelé kezdi el újra feltakarítani azt a bizonyos részt, és amikor megállt, végzett a területtel, akkor megáll, elküldhetjük a dokkolójára. Ugye Mijia már tudjuk, hogy csak bekapcsoljuk, működik, térképet készít. Ez a készülék viszont annyi, sokaknak tudom, hogy nem fog tetszeni, meg emiatt nem is tetszik, hogy csak random megy össze-vissza a lakásba. Igen. De tudni kell róla, hogy mindent gyönyörű szépen feltakarít. Többször próbáltuk már akkumulátor teljesítményben, viszont pontosan fele akkora, mint a Mijia porszívó, de ő is képes egy kerekórán keresztül lazán takarítani. Nem emlékszem rá, hogy a Mijia porszívóban lenne szőnyegtisztító mód, neki az a különlegessége, hogyha ráeresztjük a szőnyegre, akkor még a maximális fokozat mellett is átvált egy még erősebb fokozatra, és szerintem a keféket is kicsit jobban neki kell pörgetni, hogy a szöszmözt és hajat mindenféle szőnyegből tökéletesen fel tudja szívni. A kefecsere az ugye a szokásos, mint minden egyinél, ugyanúgy csak kipattintjuk, semmi extra funkció nincsen bent. A szenzorok takarítása ugyanúgy működik, mint a másiknál, vagy esetleg Roboroknál. Még beszerzünk majd egy Roborockot is, hogy összes tudjuk tényleg hasonlítani a három gépezetet. Én úgy gondolom, hogy be is tudnánk kapcsolni ezt a gépet. Akkor először melyiket kapcsoljuk be? Melyikkel kezdjük? Ezt volt az első. Ezt kapcsoljuk be, mert ez volt az első. Igen. Jó, kapcsoljuk is be. Szerintem kapcsoljuk be egyszerre mind a két gépünket. Láthatjátok, a Roborock már el is robogott, most jött vissza, megtalálta a barátját. Szóval itt takarít ő, jobban láthatjátok, most egyedül van a videón. Mint láthattátok, sokkal gyorsabban mozog, mint a Mijia porszívója. Meg elnézést, hogy neki ment a kamerának. Hát igen, a kamera állvány az relatíve könnyű ahhoz, hogy nem mozdítsa meg, de hát ugye a technika ördöge. Valami ebben a gépben nagyon zörgött, ami... Aha, egy kavicsot szívott össze, nem tudom, hogy honnan. Na, tudni kell, hogy a tartály kiszedése hasonlóan egyszerű mind a kettőnél, de láthatóan sokkal-sokkal nagyobb a Roborock tartálya. Behelyezése ugyanolyan egyszerű mind a kettőnek, és figyelmeztet is minket arra, hogyha esetleg a tartályunk tele lenne. Megmutatom azért ezt a kristályt itt a tetején, mert egész jól néz ki, egész mutatós kis darab, ezzel nézi az infrasugarakat, amit itt körbe elvileg 8 darab infra LED szolgáltat. Mint látom, azért saját magát is összekaristolja. Sajnos neki megy mindennek, de az érzékelője, meg a mikrokapcsolója azért van olyan jó, hogy megóvja saját magát az összetöréstől, de hát ezek a gépek erre valók, hogy ők majd saját maguk kitalálják, hogy mi jó és mi nem jó. Meg mit akarnak. Jó, amit még tudnotok kell erről a gépről, távolról ugyanúgy irányítható, mint a kettő. Azt már elmondtuk, hogy térképet készít a Mijia, Roborock nem készít térképet, de az applikációban minden funkciója megtalálható az új Xiaomi porszívónak, ugyanúgy, mint a Mijia porszívónak, időzíthető, beállítható, az ökoszisztémán. Okostelefonon lehet irányítani mind a kettőt. Így van, remote control, jó, hogy mondod, remote control is van mind a kettőn, azaz, hogyha nagyon lusták vagytok és mondjuk lemorzsázott a gyereketek az ágy mellé, akkor a telefonnal oda tudjátok hívni, ezt meg is mutatom nektek. A telefonnal oda tudjátok hívni a porszívót bárhova, itt láthatjátok a Mijia applikáción. Meg is keresem, hol lehetsz te? Porszívó. Ott lesz a legalján. Ott? Igen. Ő lesz a porszívónk. Ugyanaz a státusz lekérdezés van, mint a mi a porszívón. Látható, hogy mennyi idő telt el az utolsó porszívozáskor, mennyi van az akkumulátor. Így mutatom, és akkor jobban fogjátok látni. Na szóval most éppen szünetet tart a porszívónk, azt írja nekünk, mennyi idő telt el az utolsó porszívozáskor, hány százalékon van az akkumulátor. Itt vissza tudjuk küldeni a dokkolóra, itt csak simán elindítjuk a funkcióját. Applikációban nem működik ez a funkció, legalábbis én még nem találtam el, nem találtam meg. Simán, és itt tudjuk szabályozni a szívás erejét, 4 fokozatban van egy silent mód, ami szerintem pontosan ugyanaz, mint a normál mód, vagy a standard, ahogy ők nevezik. Standard van, van egy strong fokozat, és van egy maxa megemelt szívó erővel. Azt mondja, hogy mi van még az applikációban. Ugyanúgy a robot setup, mint a Mijába, a timezone ugyanúgy állítható, a hangerő ugyanúgy állítható, magyarán minden ugyanaz lényegében, mint a Mijába, és a remote control pedig tökéletesen működik, magyarán ha lemorzsázik a gyerek, igen, elfogadunk mindent, ha lemorzsázna a gyerek, akkor csak egyszerűen oda hívjátok a porszívót, és megnyomjátok a gombot, helyi takarítás, azon nyomban. Vagy mondjuk, ha dolgoztok, akkor telefonon megnyomjátok. Így van. Ha dolgoztok, akkor pedig telefonon keresztül is irányítható a porszívótok. Jó, integrálható, ugye azt már mondtam, bent van, látjátok a komplett ökoszisztémában. Mindenben ugyanúgy, mint a másik porszívónk, ugye mi a porszívónk, azt mondja, hogy kérdezzük le őt is, itt láthatjátok, hogy a kettő között ennyi a különbség, hogy lézeresen feltérképezi a helyet, és az utolsó feltakarított helynek a térképét mutatja. Igen, itt most meg is jelent, mint láthatjátok, hogy itt elkezdett föltakarítani, és itt dzsemborizott össze-vissza. Ugyanúgy látjátok, hogy hány négyzetméter takarított, mennyin van az akkumulátor, és hogy hány percig volt a takarítás. Viszont a Mijának van egy jó tulajdonsága, van ez a Zoned Cleanup, ugye ezt azért nem tudja a Xiaomi, mert mivel nem készít térképet, ezáltal képtelen is rá, hogy egy zónát kiválasztva, mondjuk egy négyzetet kiválasztva tudjon takarítani. Viszont egy szónak is 100 a vége, én nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem egy szuper cucc. Árazásban még egy kicsit még erősnek érzem ezt a $280 körüli árat, viszont szerintem ennek az ára is le fog menni olyan $210–230 közé, amit már simán megér, mert tud annyit, hogy beleférjen ebbe a büdzsébe. Hát azt hiszem, kiveséztük rendesen ezeket a porszívókat. Mi az esetleg, amit még nem mondtam el, de szerintem mindent elmondtam, úgyhogy nézzétek meg, hogyan takarít a kis porszívónk, és hozzuk a további teszteket, amint be tudunk szerezni egy S50-et is, akkor azt ide tesszük, és megnézzük, hogy mit tud a 3 porszívó. Köszönjük, hogy megnézted a videónkat. Ebben a videóban itt volt velem Szilveszter, sziasztok! Velem meg Ármin, sziasztok!